Hati nyíregyházi tekéző lépett dobóállás Begerben, a vidékbajnokság selejtezőjében. Az NTK küldöttsége foghíjas volt, ugyanis Szlovenszki Tibor és Kastúra Zsolt nem tudott elutazni a versenyre, amiről két nyíregyházi játékos lépett tovább. Reálisan azt lehet mondani, hogy 4 embernek volt továbbjutási esélye, abból a Hakker Dezsőnek és a Szegő Leventének nem sikerült, még Mogyorosi Péter az 568 fájával az 5. helyen kvalifikálta tovább magát, én nekem pedig az 558 fával sikerült 10. helyen tovább jutnom. Hozzáteszem, hogy a Péter abszolút győzelmi esélyekkel át még fél időben, tehát meg is nyerhette volna ezt a viadalt, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy mindenképpen minél többen tovább jussunk az április végén hozzon megrendezendő országos vidékbajnokságra. A nyíregyháziak szombaton a Szuperliga soros fordulójában a Salgótarján és az Ózd egyesüléséből létrejött Salgózd csapatát fogadják. Nekünk egy megnyugtató győzelemre lenne szükségünk még ebbe a bajnokságba. Erre úgy számogatunk, hogy van még reálisan 4 olyan mérkőzésünk, abból 3 hazai pályán, 1 pedig idegenben a Vasasszony otthonában, ami akár nyerhető lehet, és hogyha egyet sikerül megnyernünk, akkor úgy gondoljuk, hogy mindenképpen nyugodtan várhatjuk majd a végelszámolást, úgyhogy megpróbáljuk most ezen a hétvégén ezt begyűjteni, nem lesz könnyű, nem tudjuk még milyen összeállításba lépünk dobóállásba, mert még egyes játékosoknak elfoglaltságai még nem tisztázódtak, de a holnapi napra meglátjuk, hogy hogy tudunk felállni. Szombaton az ifjúságiak mérkőzése 13, a felnőtteké pedig 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában.